Ütköző. Az iszlám állam neve az elmúlt pár hétben az Európában és Afrikában elkövetett terrorcselekményekkel ford össze, valamint azzal, hogy az Egyesült Államok és Oroszország mellett már Franciaország is hitet tett az elpusztítása mellett. A terrorszervezet azonban nem csak a nyugati világban, hanem az általa ellenőrzött szír és iraki területeken is hatalmas pusztítást végez, mégpedig azzal, hogy több ezer éves építészeti emlékeket és a kulturális örökség felbecsülhetetlen értékű darabjait teszi a földdel egyenlővé, vagy adja el őket az illegális műkincspiacon. A szíriai régészeti főigazgatóság, amit csak lehetett, damaszkuszi raktárokba szállítatott, de sok emléket így sem lehetett megmenteni a pusztulástól. Mi a cél, és mi motiválhatja, adott esetben mi befolyásolhatja az iszlám állam rombolását? Ennek járunk utána a mai ütközőben. A szerkesztő Matyasovszki Nóra nevében is üdvözlöm Önöket, Törőcsik Zsolt vagyok. És köszöntöm a stúdióban N. Rózsa Erzsébetet, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatóját. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! És telefonon itt van velünk Major Balázs, archeológus, arabista, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem régészeti tanszékének vezetője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Először is azzal kezdeném, hogy hogyan áll hozzá az iszlám állam ezekhez a műkincsekhez? Milyen célt szolgál az ő rombolásuk? Egy ideológia van mögötte, vagy propaganda célok is? En. Rózsa Erzsébet mit gondol erről? Én azt gondolom, hogy jó lehet két nagyon-nagyon durva rombolásról érkezett hír, egyik Irakban, másik Szíriában. Éppen Balázzsal együtt jártunk Palmirában annak idején. Mégis inkább azt gondolom, hogy ez inkább ilyen jelzésértékű, nagyon durva üzenet, és az iszlám államnak talán nem érdeke a teljes lerombolás, hiszen a két eset előtt és után is az ő ellenőrzésük alatt volt ez a terület, van is. És hát azt is tudjuk, hogy a műkincskereskedelemből nagyon sok jövedelem folyik be nekik. Hogy pontosan mennyi, ezt persze soha nem fogjuk tudni, de hogy ez egy lehetséges bevételi forrás. Tehát racionálisan ez nyilván ellen mondana annak, hogy mindent szétromboljanak. Ugyanakkor azt is lehet mondani, hogy addig, amíg a nyugattal szemben harcolnak, és a nyugatot a saját területén nem tudták megverni, ugye ez egy másik kérdés a párizsi merénylet függvényében, de le tudták győzni, vagy legalábbis a propagandájukban tudták használni ezt az elemet, hogy oda tudunk csapni, le tudjuk győzni, hiszen olyan értékeket pusztítunk, olyan dolgokat támadunk, amelyekre a nyugat szemmel láthatóan nagyon érzékenyen reagál. Major Balázs mit gondol, hogy a propaganda kinek szól, a nyugati világnak, és csak egyértelműen a nyugati világnak, vagy szerepe van abban is, hogy a saját híveiket feltüzelje esetleg? Mindenképpen elsősorban a nyugati világnak, meg a helyi szíriai kormánynak ez egy nyílt és világos provokáció. Szeretnék ezzel magukra vonni a szárazföldi támadást, a még agresszívabb nyugati beavatkozást, ugye a saját területükön, ahol ugye nagyobb eséllyel tudnak komoly veszteségeket okozni a nyugatiaknak. Emellett nyilván szól a saját híveknek is, de elsősorban abból a szempontból, hogy bemutassák, hogy mennyire hipokrita a nyugati világ, ugye mindenféle régi kövekért krokodilkönnyeket ejtenek, de az, hogy tízezrével hullanak az emberek, többek között ugye Rakka környékén a bombázások következtében, meg milyen éhség, nyomor van itt a háborúk és polgárháborúk miatt, az nem érdekli a nyugatot. Emellett természetesen a műkincskereskedelem is összefügg a történet, hiszen ami kiszerelhető és eladható és mozdítható ezekről a területekről, azt minden esetben el szokták vinni, el szokták adni. Már csak azt robbantják fel azokat a héjakat, amik maradnak. Sok esetben egyébként ez magának a nyomoknak az eltüntetését is szolgálja. Tehát például ugye a Bál-templomból a mai napig az a hatalmas nagy kőmennyezet, ami ugye a világszenzációnak számított, és az európai újkori kultúrtörténet szempontjából is nagyon fontos volt, hiszen ez mintául szolgált. Nagy angliai szalonok, báltermek, operaházak, stb. Díszítéséhez az 1700-as évek közepétől kezdve, amikor újra felfedezték angol utazók Palmürát és a
rajzolt ábráikból, ugye merítették az ikletet a londoni építészek, tehát arról nem tudjuk, hogy előtte nem vették-e ki, melyik reliefeket feszegették le a falról, és csak utána semmisítették meg a helyet. Itt azért csöndbe fölhívnám a figyelmet, hogy műkincskereskedelemben egyáltalán nem csak az iszlám állam utazik, hanem minden olyan fél, aki a kormány ellenőrzése alól kikerült területen él, ugye akár Irakban, akár Szíriában. Az emberek egy része az nyilvánvalóan a megélhetése függ ettől, hogy illegálisan kincset keres, hiszen most már nincsen állami hatóság, ami ezt ellenőrizné, kontrollálná. A másik része az pedig hát ezt teríti a piacon, mert nem az egyszerű rakkai meg dejrezóri parasztember az, aki ebből a nagy pénzeket kapja, hanem neki ezt le kell adni a különböző nagyobb szervezeteknek, és itt fölhívom a figyelmet, hogy az iszlám állam csak egy a sok száz autonóm milícia közül, és akkor azok terítik tovább a nemzetközi piacokra, ami nagyon fontos lenne ezeknek az útvonalaknak a lezárása, mert ezek a műkincsek gyakorlatilag soha nem Szírián vagy Irakon belül találnak gazdára és fizetőképes keresletre, hanem elsősorban nyugati világban és Japánban. Na de ki veszi meg ezeket? Mert gondolom nem a nemzetközi aukciókon kereskednek ezekkel a darabokkal. Kérdezem akkor ezt már Rózsa Erzsébettől. Hát azt gondolom, hogy tőlem rossztól kérdezi, mert azon túl, amivel Balázs itt az előbb befejezte, hogy világszerte vannak gyűjtők, akik nyilván nem nyilvánosan jutnak hozzá, hát erről akár hollywoodi filmekben is egy csomó mindent láthatunk, de ezen túl én azt gondolom, hogy elég nehéz ezt átlátni. Nyilvánvalóan a világnak olyan részein, ahol van erre pénz, vagy akár magánvagyon, elsősorban Nyugat, vagy Balázs Japánt említette még, hát nem zárnám ki, hogy esetleg néhány érdekesebb darab akár az öbölben is fölbukkan, vagy eltűnhet, inkább így mondanám, de valóban azt gondolom, hogy az azért újságokban is megjelent, hogy a műkincskereskedőknek lerakatai nyíltak Dél-Kelet-Törökországban, mint ugye a legközelebb levő régióba, tehát azért vannak ennek látható és követhető jegyei is, ha egy-egy darabot nem is tudunk figyelni. Tehát akkor kijelenthetjük azt, hogy épült erre is egy ilyen illegális kereskedelmi lánc, tehát mondjuk az iszlám állam eladja egy köztes kereskedőnek, aki aztán azt továbbadja a valódi későbbi tulajdonosnak. Major Balázs. Ó, persze, tehát ez csak így működik. És csöndben megjegyzem, hogy ez a műkincsek egy része egyébként mindenféle depókban hever, hiszen most olyan mennyiségű műkincs van a piacon, hogy nem feltétlenül érdemes teríteni, hanem várnak vele. Várnak addig, amíg ugye följebb mennek majd az árak, úgyhogy egy jó rész az valahol ott még a Közel-Keleten pihen. A fölött pedig ne legyenek illúzióink, hogy adott esetben még aukciós házakba is feltűnhetnek korábban ismeretlen darabok, tehát nem katalogizált tárgyak, amik ugye újonnan kerültek elő. Azért ugye emlékszem, hogy a Szeúzó Kincs is megjárt egy-két aukciós történetet, mielőtt ugye visszakerült hozzánk. Az iszlám állam bevételeinek egyébként mekkora részét jelenti a műkincskereskedelem? Meg hát azért ez egy stabil bevételi forrásnak tűnik, ellentétben mondjuk az olajjal, ahol hogyha felrobbantanak egy olajkutat, akkor kieshet ez a bevétel. Rózsa Erzsébet. Hát az, hogy mekkora hányadot jelent, azt nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy közötte van annak a 6-7-8 tételnek, amely folyamatos bevételi forrást jelent, és ha már az olaj került szóba, azt azért mondjuk el itt is, sokat szóra talán, de mégiscsak érdekes, hogy az olaj bevételek körül is az a kérdés, hogy mennyi az annyi. Mert hogyha valaki hivatalosan ad el olajat a világpiacon, ráadásul előre leszerződött formában, és tételezzük föl, hogy $100 lenne egy hordó olajára, amennyi nem annyi, hanem jóval kevesebb, már egy jó ideje, le a számolás egyszerűsége kedvéért, akkor aki feketén adja el ugyanezt az olajat, az a különböző statisztikák és becsések szerint mindössze $20-30 tud realizálni. Tehát miközben, és akkor most a konkrét példára térve, a szíriai állam vagy az iraki államnál kiesik $100 hordónként, az iszlám állam ebből csak 20-at vagy 30-at tud realizálni, mégis egy folyamatos bevételi forrást jelent. Éppen ezért volt az,
hogy az Egyesült Államok és arab szövetségesei, amelyik részt vettek a Szíriában zajló légitámadásokban, igyekeztek a si útvonalakat, időnként finomítókat, esetleg olajkutat is talán célba venni, de alapvetően a szállítási útvonalakat, hogy azt tegyék lehetetlenné, hogy ezt az olajat onnan kiszállítsák. Most az egy másik kérdés, hogy az orosz légierő megjelenésével én úgy tudom legalábbis a hírekből, hogy immár nem csak a szállítási útvonalakat, hanem effektíve a létesítményeket, a létesítmények egy részét is támadják, támadások érték. És még egy valamit tegyünk hozzá. Amikor arról beszélünk, hogy vajon az iszlám állam mennyit tud realizálni az eladott olajból, ne felejtsük el, hogy az olaj kitermelő és az olaj finomító létesítményeket, hát azért karban kell tartani, fel kell újítani, alkatrészek kellenek, új technológiák kellenek, gépsorok kellenek, stb. És ha jól értjük, akkor ezekhez nem nagyon jut hozzá az iszlám állam, tehát várhatóan pár éves távlatban legalábbis, még ha megmaradnának is ezek a kutak és finomítók, akkor is a termelés akadozna, vagy lelassulna legalábbis. Térjünk vissza a kincsekhez és az építészeti emlékekhez, az ezekkel való kereskedéshez és a romboláshoz. Miért van az, hogy ezt nem lehet megvédeni, és nem tudja megvédeni senki? Tehát azért nagyon sok azok közül, akár amit le is romboltak, UNESCO világörökség részét képezte. Mit ér ez a védelem, vagy ér-e ilyen helyzetben, egy háborús szituációban bármilyen védelem valamit, Major Balázs? Hát az UNESCO védelem az csak mondjuk rontja ezeknek a műemlékeknek a pozícióját, mert hiszen így nagyobb a média értéke, hogyha egy-egy ilyet lerombol az iszlám állam, tehát az egyáltalán nem segít rajta. Ezeken a fizikai védelem segítene, az talán az iszlám államot légierővel támadó államoktól kéne megkérdezni, hogy amikor ugye az iszlám állam seregi az asztalapsíkságú palmírai kősivatagban közeledtek Palmyra felé, akkor miért nem lassították az előre nyomulást, miért nem segítettek? Nyilvánvalóan, hogy a Palmyrát védő szír hadsereget nem akarták támogatni, de hát el kell dönteni ilyenkor a prioritásokat, hogy akkor megvédünk-e egy fontos helyszínt, hiszen mindenki tudta, hogy ez a terület épp úgy Hatra, vagy a Ninive, vagy Moszul sorsára fog jutni, hogyha az iszlám állam kezére kerül. A kérdésre én nem tudom a választ, hogy miért nem. Az biztos, hogy máshogy nem lehetett volna ezeket megvédeni, csak katonai erővel, az iszlám állammal. A tárgyalásos úton eddig még amennyire tudom nem sikerült semmit elérni. Sőt, hadd tegyem hozzá azt, hogyha én lennék ebben a helyzetben, akkor én is beülnék a palmirai oszlopok közé, azok tövébe lehetőleg, mert pontosan azért, mert a nyugat számára ez ilyen kiemelt fontossággal bír, pontosan ezért előre lehetett tudni, hogy ha ők egyszer oda beveszik magukat, akkor ott aztán senki nem fogja őket bombázni, legalábbis addig nem, amíg a bombázó erőket az Egyesült Államok vezeti. Ugye Major Balázs, ön és csapata nagyon sokat dolgozik kint Szíriában, Margat várában tárnak fel régészeti leleteket, és azt próbálják feltárni. Ott mennyire veszélyes egyébként dolgozni? Önök mit tapasztalnak ebből a rombolásból? Mi területünk az a szíriai tengerparti régió szívében található, ez a kormány által ellenőrzött terület, itt a lakosság nagy része egyébként keresztény és alavita, tehát ők békés, konszolidált közegben élnek. A háborús zóna az bent van az Ansari-hegységen túl az Orontész völgybe, amit most egyébként az orosz légierő segítségével tisztogat a hadsereg. A tengerparton igazándiból, ha az ember nem futna bele a katonai ellenőrző pontokban, amiből rengeteg van, viszont egyébként hatékonyan tartják távol a mindenféle öngyilkos merélőket, robbantókat, stb. A városoktól, településektől, illetve hogyha nem látnánk a több ezer, több tízezer meghalt fiatal katona, meg családapák, stb. Posztereit, amit mindig a szülőhelyükhöz közel a főtérre akasztanak ki a hozzátartozók, akkor igazándiból nem nagyon lehetne érezni, hogy itt egy háborús országban vagyunk. Amiből azért lehet látni, az iszonyatos elszegényedés, nyomor, meg a rengeteg menekült, amiről kevés szó esik. Míg ugye most is folyamatosan, főleg itt az európai migráns áradat kapcsán, itt megy a jajongás, hogy
Törökországnak, ami egy jó néhány tízmilliós és nagyon erős gazdasággal rendelkező ország, egy kemény 2 millió szír menekültet kell eltartania. Addig kevés szó esik arról, hogy a háború előtt, 2011 előtt Szíria ugyanennyi iraki menekültet tartott el, sokkal gyengébb gazdasággal. Most pedig a megmaradt szinte zsebkendőnyi kormányzati kormány ellenőrzés alatt levő területek legalább ennyi, valószínűleg egyébként sokkal több menekültet tartanak el. Úgyhogy egy kivérzett és ugye az életükért küzdő országrész tartja el ezeket a menekültek, akiknek a többség egyébként szunnita. Tehát ráadásul nem is a hit sorsosaikat fogadják be, hanem pontosan azoknak a hozzátartozóinak nyújtanak ugye kvázi menedéket, megosztanak élelmiszert, sátrat, stb., akiknek a hozzátartozói sok esetben ugye a keresztényeket és az alavitákat etnikai tisztogatják ki Aleppóból, vagy az Orontész Hölgyből. Azért nagyon nem szoktam hallani föltenni azt a kérdést, hogy akkor mi lett Aleppo 500 ezer keresztény lakosságával, 500 ezeres keresztény lakosságával, amiből körülbelül most 100 ezer található meg. És hát, hogyha az ember egyébként befele megy, tehát például Damaszkusz fele, hogy visszatérek a kérdés első felére, akkor azért úgy látja a háborús pusztításokat, hogy haladunk ki az autópályán a szírtengerparti régióból, ugye a Krakdösevoli UNESCO világörökség helyszínt, azt nemrég szabadította föl a szír hadsereg. A vár az olyan nagy károkat nem szenvedett, a hadsereg nagyon gondosan igyekezett óvatosan eljárni, több mint másfél évig tartották blokkád alatt, de a település körülötte az egy romhalmaz, és aztán le Damaszkuszig az autópálya mentén szinte minden szét van lőve, romokban áll. Damaszkuszba se könnyű a bejutás, de megfő utakon ki lehet kerülni az ellenzéki demokrata fegyveresek által folyamatosan tűz alatt tartott utakat, és aztán Damaszkusz belváros az maga a békeszigete normál esetben, tehát például a város nyugati vége és az óváros között egy checkpointot se láttam most az utóbbi fél évben, és ugye háromszor voltam kint eddig az elmúlt fél évben, és tényleg teljesen békés a terület. Az óváros az már teli van ellenőrző pontokkal, keresztény milicisták, a többit meg a muszlimok védik, főleg az Omajjad mecset környékét, elsősorban robbantások ellen. Ami ellen nem tudnak védeni, az a külvárosokból az ellenzékiek rakétái, amiből azért minden nap egy 5-6-ot még a legbékésebb időszakban is beküldenek az óváros, meg a békés belső város részek fel, és random lődik a civil területeket. Azért ezekről sincsen sok hír. Erózsa Erzsébet jelezte, hogy szólni kíván. Igen, itt a belső migráció jelentőségéről szeretnék csak egy adatot közölni. Ugye Balázs itt mondta az előbb, hogy ezen a békés tengerparti területen, a tengerparti sávban nagyon sok szíriai menekült, Szíria más részéről érkező menekült jelenik meg. Olyan adatok vannak erre vonatkozóan, hogy Szírián belül, tehát a nemzetállami határokon belül 7-8 millió lakos lehet az, aki nem országon kívülre menekült el, hanem az országon belül máshova, leginkább ebbe a békés tengerparti sávba. És azért jegyezzük meg, ha már itt elhangzott, hogy Törökország nagyjából 2 millió szíriai menekültről számol be. A szomszédos Libanonban, amely önmagában egy 4,5 milliós ország, 1,5 millió szíriai menekült ment be nagyon rövid idő alatt. Most képzeljük el szintén megint az uniós adatokhoz képest, hogy itt 400 ezer menekültről beszélünk, és az Európai Uniós országok szempontjából ez milyen problémát okoz, akkor egy 4,5 milliós ország hirtelen kap a nyakába körülbelül 30-35%-nyi menekültet, az mit jelent? Még akkor is, hogyha tudjuk, hogy Szíria és Libanon kapcsolata, összefonódása történelminek mondható, és a szomszédos Jordánia is, amely szintén nem sokkal nagyobb ország eredetileg, a már meglévő iraki menekült hullám után ő is több mint 1 millió szíriai menekültről számol be. Tehát a térség környező országok számára gyakran szinte kezelhetetlen problémát jelent, és hát annak ellenére, hogy a nemzetközi szervezetek jó-rosszul próbálnak segíteni, ez azért
nagyon gyakran semmi csepp a tengerben. Nyilván nem véletlenül mondják azt egyre többen, hogy ezeket a táborokat kell támogatni, és azt kell elérni, hogy ők itt rendezett körülmények között tudjanak élni. De most térjünk vissza még Szíriába, mert ugye Major Balázs elég sok időt töltött. Mit lát, hogy milyenek az erőviszonyok egyébként, és akkor most egy picit a politika és az ottani polgárháború irányába kanyarodjunk el, hogy mekkora Assad elnök és az őt segítőknek a támogatottsága, és mekkora az Assad ellenes mérsékelt felkelőknek a támogatása, akit ugye a nyugat is támogat. Egyáltalán hívhatjuk-e őket mérsékelteknek, ha felkelők, mert ez némi ellentmondásnak tűnik. Hát én mindenekelőtt ez a polgárháború kifejezéssel bánnék óvatosabban, mert akkor, amikor több tízezer külföldi zsoldos tevékenykedik egy ország területén, és az összes nagyhatalom és regionális középhatalom tolja be a fegyvert, zsoldos, stb. Ugye egyébként is nagyon összetett ország területére, akkor érdekes kérdéseket vet föl, hogy most ez mennyire polgárháború, mennyire nem polgárháború. Én az elejétől ott voltam, és konkrétan mi várunk alatt kezdődött részbe a történet, mert ugye Margot, Banyász városa és Dera településeken törtek ki az első tüntetések, amik rögtön az elejétől kezdve gyújtogatásokba, lövöldözésekbe torkoltak, és nem feltétlenül a szír hadsereg meg a rendfenntartó erők húzták meg elsőként a ravaszt. Ezt én tudom tanúsítani, mert pont akkor érkeztem ki, amikor a várunk alatt Banyász városába elkezdődött a történet, rám is többször lőttek, soha nem kormánykatonák, és rögtön az elején. Tehát ez, hogy más fél évig itt békés olajfa ágat lengető tüntetők, és a gonosz kormány nézett egymással a farkas szemet, ez úgy, ahogy van, nem igaz. Ennél az egy kicsit árnyaltabb a kép. A kormányzatnak nagyon komoly támogatottsága van, nem véletlen, hogy az arab tavasz által érintett kormányok közül hát nem sok maradt talpon, de a szír kormányzat az stabilan tartja magát a megmaradt területeken, és nem csak a saját törzs területei, mert azért Damaszkusznak a lakossága többsége, az abszolút többség az nem alavita és nem keresztény. Azt el lehet mondani, hogy a Szíriában élő alaviták és keresztények, azok abszolút többségben ugye támogatják a kormányzatot, nekik az életük múlik rajta, hiszen hogyha a kormány hadsereg elbukik, akkor körülbelül 2,5 millió alavita és ugyannyi keresztény érzi úgy, hogy ők és családjaik halottazsákba fogják végezni jó esetben, amennyibe jut nekik halottazsák. Azért ez akárhogy is nézem 5 millió ember, tehát a szíriai lakosságnak körülbelül az egynegyede az mindenképpen valamelyik kisebbséghez tartozik, és azok alapvetően a kormányt tartják az egyedüli garanciának az életükre. A kormányt, ami maga is ugye kisebbségiek vezetése alatt áll, alapvetően így az alaviták vezetése alatt. De azért azt hozzátenném, hogyha azért az a maradék 75%-nyi szunnita tényleg annyira gyűlölte volna az Assad kormányt, és annyira elégedetlen lett volna a kormánnyal, akkor nyilvánvaló, hogy ez a kormány már nem lenne a helyén. Tehát én azt látom egyébként Damaszkuszban is, máshol is, ahol egyébként szunnita a többség, hogy ha nem is támogatják aktívan az elnököt, mert egyébként rengeteg keresztény alavita is nagyon komoly kritikákat fogalmazott meg már a háború előtt is, és azóta is a kormánnyal kapcsolatban, de tekintettel, hogy egy valamit mindenképpen elmulasztottak, ugye a mindenféle pro és kontra beavatkozó külső erők egy egészséges, elviselhető, normális alternatívát állítani. Így maradt az, hogy csendbe kivárnak, illetve nem emelik föl a fegyvert és a szavukat a kormány ellen, tehát mondhatni csöndbe támogatják a kormányt, másképp egyébként ez az egész nem működne. A szír emberek egyébként is sokkal kevésbé fogékonyak a szélsőségekre, mint más eldugottabb régiók muszlim. Azért ez mindig egy nagy kulturális átjáróház volt, a kulturális csere területe Szíria, és azért a szírek abszolút többségét rémségesen riasztja a mindenféle fundamentalista szunnita felkelőknek, és hát főleg az iszlám államnak a jelenléte, de csöndbe hozzáteszem, hogy nem csak az iszlám állam vallja ezeket a rendkívül szélsőséges ideológiákat. Ugye amikor egy másfél-két évvel ezelőtt Malul a világörökség várományos települést, ugye ez az ősi kis keresztény falu az Antilbanon hegységbe, ahol mai napig a Jézus korabeli arámit beszélik. Ezt elfoglalták, ugye ellenzékieknek mondott, a világsajtó ellenzékieknek mondott fegyveresek, ugye azzal kezdődött, hogy több tucat
keresztényt fejeztek le, mert nem voltak hajlandóak fölvenni az iszlámot. Ez egyébként a Nusra Front és mérsékelt szövetséges barátai ugye követték el ezeket a pusztításokat, a település nagy részét lerombolták, templomokat fölgyújtották, stb. Tehát erre azért a szír nép nagy többsége a szunniták sem vevők. Én egyébként izgatottan keresem azokat a mérsékelt ellenálló fegyveres csoportokat, akikről olyan sokat hallunk, amennyire tudjuk ugye a sajtóhíradásokból és az amerikai jelentésekből, akiket ők kiképeztek, az a pár tucat ember, ugye sok millió dolláros programmal, azoknak a nagy része már eltűnt a terepasztalról, vagy rögtön átállt a szélsőségesekhez, és át is adta a nyugatról kapott fegyvereket, vagy pedig letette a fegyvert, és hanyat homlok elmenekült. Tehát akiket a nyugat direktbe támogatott, kiképeztek, azok nem léteznek. Azok na, és akkor kérdezzük meg erről Erózsa Erzsébetet is, hogy ő mit gondol, vannak-e mérsékelt felkelők? Nagyon fogy az időnk, úgyhogy... Hát Balázsral teljesen egyetértek. Volt egy néhány mérsékelten megszólaló, a nyugati retorikának megfelelő, ízlésnek megfelelő szíriai személyiség, akik miközben nemzetközi konferenciákon éppen azt bizonygatták, hogy a szíriai kisebbségeknek semmi bajuk nem lesz, aközben a Balázs által említett Mallula pusztítása történt, semmiféle hatásuk nem volt az otthoni eseményekre, ezek el is tűntek, nem véletlen, hogy az úgynevezett szíriai ellenzéki csoportok között az elmúlt években egyre radikálisabb csoportok kerültek elő és kerültek az előtérbe. Én még arról szeretnék egy-két mondatot mondani, hogy a nemzetközi közösség elég komoly problémával néz szembe, akkor, amikor most úgy tűnik, hogy megpróbálnak valamiféle egyeztetést tető alára hozni, hiszen a kormányt, az Assad kormányt a nemzetközi közösség 110-valahány országa jelentette be, hogy nem ismeri el, még mielőtt tavaly, késő tavasszal, kora nyáron Assadot ismét megválasztották Szíria elnökének. Az orosz beavatkozás éppen arra hivatkozik, hogy kérem szépen, itt van egy legitim kormány, mi ezt a legitim kormányt segítjük. Most minden esetre odáig jutott ez a nemzetközi egyeztetés, amitől még nem fog Szíria megoldódni, sőt számos helyi probléma van, de odáig eljutott, hogy az átmenetet most már eléggé brummogva és morcosan, de mindenki elfogadja, hogy ezt valamilyen módon Assaddal ideig, óráig legalábbis Assad jelenlétében kell végrehajtani. A nagy probléma és a nagy kérdés az lesz, hogyha valóban eljutnak oda, hogy eldöntik, hogy ne Assadnak menni kell, akkor kijön, mert ez az, amit nem látunk egyelőre. Tehát vélhetően itt még egy nagyon hosszú történetről lesz szó, és hát Balázsnak ezek a szemtanú megszólalásai azért is nagyon jók, mert megerősítik azt, amit általában gondolunk erről, de hát mindenki más meg mást mond. Hát igen, a rendezés az még úgy tűnik, hogy messze van, a rombolás, a pusztítás, az viszont sajnos zajlik továbbra is. A következő fejezeteit ennek a történetnek meg biztos, hogy itt az ütközőben is követni fogjuk majd. A mai műsorban viszont ennyi fért. Erózsa Erzsébetnek és Major Balázsnak köszönöm, hogy itt voltak velünk. Munkatársaim voltak Kusnyár Tíme, a Szőlősi Éva és Vízkeleti Gabriella nevükben, és a szerkesztő Matyasovszki Nóra nevében is búcsúzom. Törőcsik Zsoltot hallották. Viszont hallásra!